Sziasztok! Szeretnék kérni megint bejelentkezéseket, hogy itt vagytok, egy-egy köszönést, elnézést a csúszásért. Picit máshogy alakult a programunk, mint ahogy terveztük, úgyhogy én elkezdeném ezt az órát, úgyhogy itt lesz a két csöpség velem együtt. Most kiderül ténylegesen, hogy hogyan reagálnak ebben a szituációban. Igyekszem minél többet kihozni ebből az alkalomból, és azért majd ránézek a monitorra, hogy mit írtok, van-e kérdés menet közben, stb. Mindjárt ki is derül, hogy itt vagytok-e, vagy van-e már is valami kérdés esetleg, és akkor megyünk tovább. Akkor ott látom majd oldalt, ugye? Igen. Jó, szuper. És akkor be kicsit a meginni való, és megismerünk. Ja. Jó, az mindegy. Jó, oké. Ahogy mondtam, ugye reggeton óra, pontosabban izoláció, ezt azért is tettem hozzá inkább így, mert ugye reggeton zenét fogok használni végig egyértelműen, hiszen nagyon-nagyon szerettem azt, viszont az izolációra fektetnénk hangsúlyt, egyrészt saját magam miatt is, másrészt úgy gondolom, illetve azt tettem is az elmúlt napokban, hogy nagyon sokan vannak a kezdő csapatokból, mindegy most, hogy szalsza vagy bachata, aminek nagyon örülök, ez egy nagyon új terület lesz számotokra, de mind a szalszában, mind a bachatában igazából lehet meglepő, de a kizombában is hasznosak lehetnek ezek az izolációs gyakorlatok, úgyhogy lesz pár dolog, amit majd mindig elmondok zene nélkül, és zenére gyakoroljuk, egy elég komplett átmozgatást fogunk így csinálni, és meglátjuk, hogy a kicsiknek hogy tetszik ez a dolog. A zenét nem fogom annyira hangosra venni, ezt mindjárt kiderül, hogy mi lesz az a hangerő, amivel működni fog. Pillanatra ránézek a monitorra, hogy írtok-e valamit, mert egyébként kezdünk. Jó, úgy látom, hogy alapvetően csatlakoztatok. Zömében csajok, de azért vannak srácok is, nagyon örülök neki. El is indítanám akkor az első zenét. Átmozgatjuk magunkat, egy picit bemelegítünk, kényelmesen, könnyeden, és a hangerő az lehet, hogy nem lesz túl hangos, de bízom benne, hogy hallani fogtok. Kezd a Peti cica is becsatlakozik hozzánk. Jó, megvan a csatlakozásunk is közben. Akkor most már megvárom, hogy Gergő Bekit behozza ide szintén, Rolika mellé. Szia, kis herceg! Köszönjük szépen! Jó, remélem jó a hangerő, nem? De kis kényelmes terpest, nagy levegő. Kifúj. Még egyszer. Kifúj. Kulcsol a kéz, görbe a hát, csípő tenger be. Föl, picit hátra. Leenged. Összekulcsolod, nyújtozd meg. Jön a nyakunk, le, vissza, le, elfordít, balra, jobbra, balra, döntjük, oldalra, félkör elől, és vissza. Nyújt meg előre. Csak lazán, könnyeden. Vár, emel, egy, emel, egy. Előre, hátra, tol, húz, tol, húz. Körzünk hátra. Előre is. Előre, és együtt hátra, előre, hátra, előre, hátra, oldalra, bal, jobb, bal, jobb. Szóval itt vagytok. Gyorsítunk,
bal, jobb, bal, jobb. Azaz. Keze, picit emel, hop, hop, jobb, bal, és most keresztbe, jobb, bal, azaz, picit rá is fordulhat. Szuper, bízom benne. És csípő oldalra. Hop, 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 hop. Csípőkön, tolj ki jól. Vissza. És férdünket fordítjuk, ne hagyd abba. Fordít, fordít, gyorsítunk, hop, 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 csak lazán, könnyeden, hop, hop. Azaz, bokánkat átmozgatjuk, vissza is, másik bokat, vissza is. Oké, bemelegítés, remélem ti is átmozgattátok magatokat. A kicsiknek már is csillagos ötös, mert eddig csak nézelődnek. Fogzással már is elkezdődött az életünk, úgyhogy folyamatosan benne van a kezük a szájukba. Megnézem, hogy írtatok-e valamit még. Igen, a póló természetesen. Jósko, hogyha neked is van ilyen pólód, akkor vedd föl bátran, és majd kérek fényképet róla természetesen. No, ahogy elkezdtük ezt az átmozgatást, ugye fontos azért a fokozatosság, hogy mindig lassú mozgattal kezdjünk, és utána gyorsítsuk be. Nyilván, hogyha buliban vagy, akkor nem ez lesz az alapelv, csak csinálja az ember és használja. De egyébként, amikor dolgozunk, akkor tudatosan így építjük föl. A nyakunkat én úgy gondolom, hogy jól átmozgattuk, és igazából arra olyan túl sok szükségünk nincs, és inkább az a lényeg, hogy laza legyen. Egy ennyit próbálgassatok ki, hiszen amikor animációk vannak, akkor nagyon sokszor előjön a fejnek egy ilyen nagyon-nagyon laza körzése, használása. Ezt megmondom őszintén, szokni kell. Tehát az első alkalommal, vagy alkalmakkal úgy éreztem, hogy elborulok, hogy próbálgassátok egy picit, lazán mozog a nyak. Jó. Ebből ennyi elég is. Vállak. Amit csináltunk bemelegítés alatt is, ugye föl és le. Fölhúzzuk, ejtjük, arra törekedjetek, hogy amikor emelitek a vállat, érezzétek, hogy a lapocka is mozdul, és ejtjük lefelé. Emel, és ejt, emel, ejt, emel, egy. Jó, azért fiúk is csatlakoznak páron. Emel, egy, emel, egy. Jó. Előre, hátra. Picit elfordulok, hogy biztosan jól lássatok. A várra kellene elsőlegesen hangsúlyt fektetni, de ugye van olyan mozdulat is, amikor a mellkas is pulzál vele együtt. Ez lesz majd a következő folyamat. Most próbálj meg először a várra hangsúlyt fektetni. Várkörzés hátrafelé. Szép nagyban. És várkörzés előre felé, szép nagyba. Végig érezzétek a lapockáitokat, hogy megdolgoztatjátok. Ha itt fogsz érezni egy pici kellemes fájdalmat, akkor csináljátok jól. Kezeket emeljük meg, ha könnyed, távirányító, akármit fogja kezedbe. Ez azért lesz fontos, mert meg kell tartanunk stabilan ezt a keretet, és a vállainkat felváltva fogjuk tolni előre. Ez a vállrázást fogja előkészíteni nekünk, és azért fontos a távirányító, hogy ne törzsből fordulj el, hanem a válladat fordíts rá. Így van, és itt kell végig maradjon középen a kezünk, vagy jelen esetben a távirányító. Térdeitek mindig lazán hajlítva legyenek, egy nagyon picit előre lehet dőlni itt is, könnyíti az egész mozdulatot, és elkezdjük gyorsítani a vállatnak az előre tolását. Hangoskodásra készülünk, úgyhogy nyugodtan engedjétek majd ki a hangotokat. Gyorsítunk, ráz. Ilyenkor rázkódni fog először a melled, a feneked, mindened, de a lényeg, hogy rázzuk egészen a vállat, és azt mondjuk, hogy és akkor rezegni fog a hangszál is. Lehet így is a vállakat mozgatni, ezeket zenére ki fogjuk próbálni. Most még a mellkas beszéljük át a zene indítás előtt.
Vakarjátok a szárvilányító maradhat, hiszen ez mindig segít, fejleszt minket. Mellkaskitól, ilyenkor váll hátra, és lapocka összezár, és ami fontos, automatikusan úgy reagál rá a testet, hogy a csípő is billenni fog hátra. Mellkast ejted, ilyenkor a váll előre esik, és automatikusan a csípő is billenni fog. Ez egy kvazimódos pozíció, ami nem túl szép, de egy természetes velejáró, ami továbbra is fontos, hogy a térdet hajlítva maradjon, végig megtartod ugyanazt a magasságot, és a mellkast viszed előre és hátra. Ha esetleg azon veszed észre magad, hogy rugózol, akkor más gyakorlatot csinálsz, koncentrálj, térj vissza. Oké, mellkas oldalra, szép nagyban ki tudjuk engedni, és akkor fogunk egy összekötést csinálni a négy égtáj irányába, minél nagyobbra kivisszük a mellkast, és összekötjük folyamatos körrel. Ez nekem nagyon jól esik, bízom benne, hogy nektek is. Ezt meg tudjuk a másik irányba is csinálni, jó nagyba, azaz, és ezt is szépen kör irányába. Általában annak megfelelően, ki milyen kezes, az egyik irány mindig könnyebben megy, a másik pedig sokkal nehezebben. Na és akkor van még egy verzió a mellkasra, ez egy kicsit nehezebb lehet, de lehet, hogy neked ez lesz a könnyebb. Amikor megtartod a tömegközéppontot, tehát nincs testsúly kihelyezés, és billen a mellkas. Ugyanígy előre és hátra is, ekkor kisebb lesz a kilengése a mellkasnak, és egy picit másabb lesz a mozgás. Ezt is összekötjük szépen, mind a négy irányba, és kör ívet írunk le vele. Ugyanezt a másik irányba, lehet itt fogod jobban érezni, hogy az egyik irány mindig nehezebb, és összekötjük folyamatos körív mentén. Na ezeket fogjuk most zenére kipróbálni. Olyan ügyesek vagytok, hát hogyha mondd a tündérként, ügyes cica, mit szavaj, ne próbáljuk ki zenére. Most megnézzük, mi lesz a zene alatt.
magas, piciben még nem csináltuk meg, úgyhogy innen fogjuk folytatni tovább. Egy picit erősítjük még a várázást, remélem jókat nevettek közben, főleg aki először csinálja, hiszen így szokott ez lenni. És akkor egy csípőnkkel megyünk egy picit tovább. Továbbra is alapelv nagyon fontos, hogy a térdeiteket tartsátok lazán hajlítva, és akkor most jönnek a legszórakoztatóbb részek, ahol általában a zavarba szoktunk jönni. De mivel egyedül vagy otthon, valószínűleg, ezért nem kell izgulj, legfeljebb nevetsz magadon egy jót. Billentsd be a csípődet saját magad alá, ilyenkor befeszítjük a popsit, majd kiengedjük hátra, amennyire csak lehetséges, ilyenkor egy picit megfeszülhet a derék. Billen és kienged. Billen és kienged. Billen, kienged, billen és kienged. Oldal irányban annyi lesz a lényeg, hogy a térdnek a hajlításával és a nyújtásával szépen emelkedik a csípőnk. Jó, próbálgass! Közben ránézek a monitorra, hogy volt-e kérdés, de én azt hiszem, hogy ilyenkor nem nagyon ülünk a gép előtt és írogatunk, hanem dolgozunk. Jó látni, hogy milyen neveket látok, és olvasni pontosabban. Jó, ezt is össze tudjuk kötni a négy iránynak megfelelően. Bebillent a csípő, megemel jobbra, kiengedjük hátra, és balra. Kössük össze, elől, jobb, hátul, bal, elől, jobb, hátul, és körzés. Ez lesz egy ilyen pici, de mégis látványos csípőköz is. Fontos, hogy a fiúk is csinálják, mert a lányok is szeretik, hogyha a fiúk köröznek a csípőkkel is használják. Így van, pontosan. Kérni akartam egy megerősítést ehhez, de inkább dolgozzatok. Ugyanez a másik irányba bebillentjük, megemel balra, hátra és jobbra. Elől, bal, hátul, jobb, elől, bal, hátul és kör. Teker, teker, végig szépen magunk alatt tartjuk a csípőt, és körzünk. A csípőközés meg lehet csinálni jó nagyban is, bár ez inkább olyan torna gyakorlatos, viszont ha hajlítod a térdet, és így kezdesz el csípőközést csinálni, és hagyod, hogy a tested lazuljon, akkor elkezd becsatlakozni a mellkas, és a váll is. Hogy melyik irányba csinálod, teljesen mindegy, ebben most valószínűleg nem megyünk bele, próbáljátok ki. Ránézek a monitorra, és egyébként indítom a következő zenét. Szuper, jó! És még Daniék órájáról sem fogtok lekésni. Nagyon ügyes vagy, kicsi szívem. No, nézzük akkor. Lazán tér, picit süllyed, ott hagytuk abba, hogy mellkas, picibe, kiemel, egy. Próbáld minél kisebben, kiemel, egy, kiemel, gyorsi, pa, 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 pa. Remélem, hogy hallottitek a zenéket, én nagyon. És még gyorsabban. Oldalra, piciben kiemel, stabil vagy, hop, 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 hop. Összekötjük, elől, jobb, hátul, bal, elől, jobb, hátul, bal. És kör, szép lassan, csináld, ne állj meg. Most érkeztek meg a kommentek. Másik irány, elől, bal, hátul, jobb, elől, bal, hátul, gyorsi, elől, bal, hátul, jobb, elől, bal, és folyamatos. Azaz. Rutinosabbak lehet gyorsabban is. A mellkassal együtt mozog a váll is. Azaz.
és pici csípő. Hop, 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 lazán könnyeden. Pici zár a láb és csípő, billen egy, billen egy. Hop, 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 elől, hátul, elől, hátul. Oldalra, hop, hop, hop. És köz, teker, 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 teker. Oké. Okay. Hogy vagytok? Remélem, hogy minden szuper. Jó, látni újabb becsatlakozókat, és majd Gergőnek átadom, hogy a szöszmöszmaszkót hiányoljátok tőle. Mi a szöszmöszmaszkót? Nem tudom, majd megbeszéljük. A szürke melegítő gatyám az a szöszmöszmaszkó? Meg lehet. Na, jó van. Azt hittük, hogy itthon vagyunk. Tudom, nagyon jól lát a seggemet. Jó, egy nagyon picit még ezzel a nagy csípőkörre is, hogy hogyan tud az egész test megmozdulni. Bekicit azt szeretné, hogy apa csak vele foglalkozzon, ennyi. Roli viszont nagyon jól bírja. Nagyon ügyes fiú vagy. Most még igen, teljesen jó. Szóval, laza a tér. Szélesen, nyugodtan már szélesen nyitertek. És kezdjétek el a csípőt tekelni abba az irányba, melyik nektek kényelmes. Itt nem akarom megszabni az irányt. Próbáljátok ki nyugodtan, hogy melyik a könnyebb. Én balról jobbra szoktam, nekem ez a kényelmesebb. Jó, lazítsátok el a mellkast, a vállat, a kezeket is szépen magatok mellett, és minél tovább csinálod, illetve érzed azt, hogy lazítod a testedet, észre fogod majd venni, hogy mozog a mellkas, és mozog a váll. Ekkor lesz jó. Ezt kell sokat gyakorolni, mondanám azt, hogy legyünk lazák, hát kösz szépen, igen, ez egy nem egyszerű történet, ezért kell gyakorolni, gyakorolni, és hogyha a zenét élvezed, akkor ki tudsz egy kicsit kapcsolni, később majd sokkal jobban, és akkor jobban rá tudtok hangolulni ezekre a dolgokra. Ez a cél. Ha valakit láttok táncolni, és megállapítjátok, hogy milyen jól csinálja, általában, és az esetek nagy százalékában azért van, mert élvezi. Nyilván a technika is számít, de tudnék nektek olyan táncosokat is mutatni, akik nagyon kevés lépést tudnak, viszont hihetetlenül élvezi, és ettől annyira látványosnak tűnik, hogy azt hiszed, hogy már egy éve táncol, és lehet, hogy csak 2-3 hónapja. Jó, úgyhogy az élvezet az a lényeg, hogy tetszik, és jól érzed magad közben. Na és visszatérve még egy picit erre a dologra, van egy ilyen szimmetria, vagy nem is tudom, minek fogalmazza, most nem jut eszembe a pontos szó. A lényeg a következő lesz, hogy a váll és a csípő fog azonos irányba menni. Ezt így most elmondom, totál le fogtok hidalni páran, és nehezebbnek fog tűnni, mint természetes módon, de ha már tanulunk, akkor tanuljunk. Amikor a csípőd megy ki balra, akkor a váll is balra fog menni. És amikor jobbra, akkor a váll is. Tehát szinkronban fog mozogni, a mellkas pedig ellentétesen. Tehát csípő, váll, bal, mellkas ellentétesen, és utána megint csak ugyanez van elől, hátul verzióba, és ez lesz az a fajta természetes mozgás, amitől ennyire látványos lesz, és folyamatosan fog mozogni az egész test. Ki lehet próbálgatni úgy, hogy egyik oldalról a másikra. Fiúk, egy ilyen single ladies-es történetet megcsináltok, videófelvételt várom, ha ruhát, bodyt vesztek föl, az már csak plusz. Habatortán nem kötelező természetesen, bár a csajokat kérdezik, szerintem kötelezővé teszik. Jó, és akkor egy nagyon picit még a lábakkal kapcsolatban, egy könnyebb mozdulattal fogunk úgymond zárni a mai alkalommal. Sarok, lábfej, sarok, és kilépünk. Próbáljuk meg még egyszer. Sarok, lábfej,
sarok és kivisz. Kezedet érdemes megtartani, hiszen kicsit olyan, mint a twist, stabilizálni fogod magad közben, szia cukim, és sarok emel befordít, lábfej emel befordít, sarok és kilépsz. Még egyszer, sarok, lábfej, sarok, kilép. Most ugyanezt a bal lábbal. Sarok, lábfej, sarok és kilép. Még egyszer, sarok, lábfej, sarok, kilép. Próbáljuk meg egyszer-egyszer. Kezdjük. Minden. Kezdjük most a jobb lábbal, ha már így kezdtem el. Sarok, lábfej, sarok, jön a bal. Sarok, lábfej és kilép. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gyakorlás. Indítom a zenét. Lazán könnyeden, laza a váll, laza a mellkas, laza a csípő, laza a láb, a szél, boka, minden. Azaz. Csípő, teker, teker. Lazítsd el a mellkast, a vállat is. Azaz. Lehet picit gyorsítani is. Azaz. De vissza is lassíthat. Azaz. Ráza vár. És teker újra. Teker. Teker. Gyorsítunk. Azaz. Lassít. Kivisz a testsúly. Másik irányba. Azaz. Ugyanez, gyorsítunk. Cserre. Még egyszer. És vissza. Oké. Picit lazít. Hú. Jó voltunk. Lazít, egy tagad. Azaz. És jön a boka. Csak ez. Hop, 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 csak a jobb. Összekötjük felváltva, de nagyon lassan kezdjük el, hogy sarok, lábfej, sarok, csere, sarok, lábfej, sarok, még egyszer, sarok, lábfej, sarok, lezárás, sarok, lábfej, sarok, picit felkészülünk, gyorsítani fogunk, öt, és hopp, 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 és hopp, 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 és hopp, 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 és ez gyors lehetett, ennél picit lassabban, ha indulunk, hopp, 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 és hopp, 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 és hopp, 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 és hopp, hopp, még egy picit, azaz, hopp, könnyebb gyorsabban, és tempó. Próbálgass, nem baj, ha összeakad a láb. És lazít. Teker a csípő. Lent és föl. Lent, föl. Lent, föl. Lent, föl. Na még egy picit. Mucho tempo, mucho, mucho tempo. Másik irányt is kipróbáljuk, és lehet körbe.
egyik könnyebb, másik nehezebb. És pici, fordít a sarok, fordít a csípő. Azaz, keresztbe a kézlazán. És ehhez még egy pici lássöprés is mehet, ha megy. Hopp, hopp. Na, ez biztos, hogy izgalmas volt ez a...